vasárnap. Élőben. Los Angeles Rams. New England Patriots. Az 53. Super Bowl. Kizárólag a Sport 1-en. Idén ki lenne az a játékos, akivel mindenképpen szeretnél interjút készíteni? Hát szeretne az ember nyilván Bradyvel beszélgetni, de ez ami majdnem a lehetetlen kategória, mert általában az ő asztalánál vannak a legtöbben, és nyilvánvalóan azok az a főleg amerikai tévéstábok, ahol több ember van ott a sajtótájékoztatón, ők az egyiket odaállítják, aztán kivárja a sorát, mondjuk a másik megy a többiekhez, tehát ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Egyszer azért már gondolkozom rajta, hogy végigállom azt a sort, és esetleg legalább két kérdést Bradynek föl kéne tenni, de aztán mindig az ember átgondolja, hogy persze, de akkor elmegy az a 45 perc, ami az ember rendelkezésére áll, és akkor az összes többi játékossal nem tud beszélni. Szóval komoly dilemma, de hát nyilván én azt gondolom, hogy a legnagyobb játékos, tehát ezt most már nem nagyon lehet másképp megfogalmazni, akár megnyeri, akár veszít a Patriots. A 9 Super Bowl az önmagáért beszél, a majdnem két évtizeden keresztül ölelő pályafutás, az egy olyan egészen hihetetlen, amit ő csinál, hogy valószínűleg ő lenne. Mondjuk, hogyha így egyszer leülhetnénk négy szem közbeszélgetni, akkor azért sokkal egyszerűbb lenne. Lehet, hogy idén azért érdemes kiállni a sort, hiszen hát már 41 éves Tom Brady, és mindenki arról beszél, hogy visszavonul-e most a döntő után. Te hogy látod ezt? Én is gondolkoztam ezen, ugye ő mindig hajtogatja, hogy még egy év, még a következő év, tehát nemrégiben ugye elmondta, hogy a 2019 az biztos, de még ő tovább számol. Azért, hogyha meg lenne a hatodik neki, mármint gyűrű, tehát most még mit? És annál tökéletesebb befejezést, hogy a Rams ellen megnyered az elsőt, a Rams ellen megnyered a hatodikat, körbeér az egész pályafutásod, nem tudom, hogy nem lenne csábító számára. Tehát lehet, hogy Giselle Bündchen komolyan meggyőzné, hogy figyelj Tom, most már ennél magasabbra nem tudsz. Úgyhogy bennem is volt egy ilyen, lehet, hogy tényleg az utolsó meccs lesz. Ha kikap a Patriots, biztos vagyok benne, hogy nem vonul vissza. Ha nyer a Patriots, akkor is úgy gondolom, hogy még fogja folytatni. Nagyobb esélyt látok például Rob Gronkowski visszavonulására. Mi az, ami miatt ő még ilyen magas színvonalon tud játszani 40 év felett is? Kicsit az, hogy fizikailag meg tudta tartani a régi kondícióját, de amit ő is mindig elmond, hogy könnyebb most neki a játék 41 évesen, tehát túl sok újat nem fognak neki mutatni, míg a 24-25 éves irányítóknak szinte minden meccs egy új kihívás. Őt nem igazán fogják meglepni a védelmek, és ameddig fizikailag bírja, addig mentálisan nem lesz neki problémája, mert előre tudja, hogy mit csinálnak a védelmek, ha ameddig pedig fizikailag meg tudja valósítani, amit kell ezek a védelmek ellen, addig csúcsformában lesz. New England nyerhet, vagy a Rams? A Ramsey a fiatalság, elsősorban ugye Sean McVay-ből adódóan, tehát ő egy egészen hihetetlen magasságokba emelte azt a csapatot, ami két évvel ezelőtt még pofozógép volt, és Jeff Fisher korszakában hát mindenki mosolygott a Ramsey-en, hogy na jó, hát ez a csapat is ott van a mezőnyben. Most meg lámlám, egy 33 éves ember bevezette őket a Super Bowl-ba. Ott van a fiatal irányító Jared Goff, ott van Todd Gurley, tehát ezért jó, persze kellenek a rutinosabb játékosok, mint Whitworth, ugye a támadó falban, aki Cincinnati-vel sorba bukta el a playoff meccseket, most meg végre döntőbe jutott. A másik oldalon meg nem kell mondani, a halálcsillag, ugye a kapucnis rossz ember, Bill Belichick ott a pályaszélén, nehéz az esélyekről beszélni. A tapasztalat nyilvánvalóan a New England mellett fog szólni, de tavaly is az a New England-et erősítette volna, és aztán a Philadelphia kiment, és megcsinálta azt, amit meg kellett csinálni. Tehát szerintem a mérkőzésnek az lesz a titka, vagy a nyitja, hogy a Rams tudja elfüggetleníteni magát attól, amit az Eagles meg tudott csinálni, hogy ez egy döntő. Ha ezt meg tudja oldani a Rams, és tud csak a játékra koncentrálni, akkor van keresni valója. Ha bármelyik játékosuk úgy érzi, hogy úristen, itt most ez a hangulat engem elvisz,
akkor nem lesz esélyük, akkor bedarálja őket a New England. Köztudott, hogy Patriot szurkoló vagy? Ezt azért próbálom félretenni természetesen, amennyivel lehet. Objektíven próbálom nézni, hogy a Patriots például pont az azt megelőző héten azért nem tartozik az izgalmas csapatok köré. Meglátjuk, hogy vagy közé, meglátjuk, hogy mennyire lesznek izgalmasak. A meccsen pedig eddig még unalmas Patriots Super Bowl nem volt, úgyhogy remélem, hogy most is izgalmas lesz, és nyilván a jobb akár a Rams. Mit gondolsz, a nyilvánvaló húzó emberek mellett lehet-e valaki olyan, aki előrelép itt a döntőben, és esetleg meglepetést okoz? Mindig akadnak ilyenek, nyilvánvalóan. Hát ugye a Ramsnél például szerintem CJ Anderson, akit ugye a szezon vége felé igazoltak le, egy futójátékos, és nagyon sokáig az egész évben ide-oda pattintották, tehát ugye a Carolina kirúgta, aztán Chiefsnél volt próbaedzésen, Oaklandnél egy hónap, valahogy leigazolta a Rams, és amikor játszott, akkor nagyon jól játszott. Én nálam ő az egyik ilyen titkos favorit, ha nem is titkos, mert ugye több mint 100 yardokat futott azért a playoff meccseken, de nem biztos, hogy mindenki CJ Andersonra figyel majd ezen a meccsen. A New Englandnél pedig mondjuk Chris Hogan lehet, akinek nem volt jó szezonja, ugyanakkor benne van azért a nagy játék, most is próbálkoztak a Chiefs ellen, de hát nem jött össze, az nem jött össze, legalább egy nagy játék a Hogannek. Ő benne például látom azt, hogy esetleg neki nagyobb szerepe lesz. Most furcsa hangzik, de akár még Gronkowskit is ide vehetjük. Tehát egy valljuk ki meg, vagy mondjuk ki, az ő szintjén egy gyenge szezont futott. Aztán mi van, hogyha a döntőt ő nyeri meg? Tehát vörös zónán belül nem is dobott felé Brady. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a Super Bowl-on ne próbálják meg az ő játékát hasznosítani. Talán van esély, de azt mondom, hogy nem lesz meglepetés, hanem lesz oka az alapján, amit látnak mondjuk az ellenfeleknél, hogy egy olyan játékosra hegyezzék ki a stratégiát, akiből talán nem láttunk annyit ezelőtt. Tom Brady nyerő ember lehet? Hát ő biztosan. Tehát őtől szerintem nagyon rossz teljesítményt nem fogunk látni, inkább Jared Goffnak kell a másik oldalon felkötni a nadrágot.